Az elmúlt napokban egy érdekes jelenségre lehettek figyelmesek azok, akik az éjszakai égboltot figyelték. A Jupiter és a Szaturnusz egyre közelebb került egymáshoz. A NASA számításai alapján a két égitest között a Földről nézve csupán 1 cm lesz majd a különbség, így egyetlen fényes csillagnak tűnnek majd. Mi a égbolton az egyes égitesteknek a képét látjuk, tehát a valóságban ezek az égitestek egymástól is és a Földtől is rendkívüli távolságra vannak. Ez ugye a Jupiter esetében azt jelenti, hogy a naptól mért közepes távolsága az csak nem 800 millió kilométer, a Szaturnusznak pedig a közepes naptávolsága 1400 millió kilométer. Tehát a valóságban ezek az égitestek rendkívül távol találhatóak egymástól, illetve a Földtől is. A jelenség hazánkban egész alacsonyan a horizont felett figyelhető, majd meg napnyugta után délnyugati irányban, s egészen karácsony napjáig így marad. Ilyen közelségre 1623 óta nem volt példa. A Szaturnusz, illetve a Jupiternek az együttállása az 20 évenként következik be. Ugyanakkor az, hogy ennyire közel kerül egymáshoz a két égitest az égbolton, az viszont egy meglehetősen ritka jelenség, hiszen néhány száz évvel ezelőtt következett be hasonló esemény, illetve valóban a jövőben ugye 2080-ig kell várni a következő eseményre. Tehát igazából a különlegességét most ennek az eseménynek az adja, hogy rendkívül közel kerül egymáshoz a két égitest. A Magyar Csillagászati Egyesület égi kalendáriumában az olvasható, hogy december 21-én 20 óra előtt és december 22-én hajnali 5 óra után távcsővel és szabad szemmel is látható majd a két bolygó. Az Egyesület szerint a Jupiter és a Szaturnusz háromszoros együttállása áll a korábbi betlehemi csillagként emlegetett bibliai jelenség mögött. Az elméletet azonban számos bibliakutató vitatja.